Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Az M6-os autópálya építése előtt a kapcsolódó megelőző régészeti feltárások során számos korábban ismeretlen, nagy kiterjedésű lelőhely látott napvilágot, többek között az újkőkor időszakából. A Pécsi Janos Pannonius Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kultúra Központ Régészeti Intézetének közös az első falvak az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon című kiállítása a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be a legújabb kutatási eredmények tükrében. A Csontvári Múzeumban jövő nyárig láthatják az érdeklődők a tárlatot. Az első falvak az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pécsi Csontvári Múzeumban május 9-én. Az elmúlt 20 év nagy útépítéseinek régészeti feltárásakor került felszínre a most bemutatásra kerülő leletegyüttes. A magyar régészet és a magyar társadalomtudomány is egy egyedülálló lehetőséget kapott azzal, hogy az M7-es autópályák és az M6-os autópályák nyomvonalán tulajdonképpen egy több száz kilométer hosszú és 70-80 méter széles olyan metszet keletkezett, amiben az utolsó 8000 évnek a különböző korszakéból származó régészeti leletek, települések, temetkezési helyek láttak napvilágot. Ennek egy nagyon fontos korszaka, ahonnan kifejezetten kiemelkedő leletegyüttesek kerültek elő, a neolitikum vagy az újkőkor. Modern ember megjelenése és az ipari forradalom, a technológiai, tudományos forradalom közötti legnagyobb mentális, gazdasági változásról van szó az emberiség történetében, amikor fokozatosan feladják a vadászó-gyűjtögető életmódot, háziasított állataik, termesztett növények lesznek, állandó lakóhelyeik, teljesen megváltozik a kollektív emlékezetük, olyan temetkezési helyeik lesznek, amelyről folyamatosan tudnak. Ezeket a leletegyütteseket mutatja be a kiállítás, Baranyai, Tolnai és Somogy megyei lelőhelyeket, a Dél-Dunántúlról, egy olyan területről, amely tulajdonképpen ebben a korszakban is, de egészen az újkorig egy közvetítő terület, egy átmeneti zónát képez a Balkán és Közép-Európa között. Ezért ez az újkőkorban, a korai földművelők időszakában is egy nagyon fontos hely, mert pontosan látjuk, hogy hogyan változnak meg bizonyos sajátosságok, hogyan transformálódik az emberi kultúra, az anyagi kultúra, a hiedelemvilág, az építészet, hogyan adaptálódik egy közép-európai környezethez, ahogy délkeleti irányból elérik a Kárpát-medencét ezek az embercsoportok. A kiállításon végig lehet követni a kora újkőkor meghatározó időszakait. Körülbelül olyan Krisztus előtt 5400 környékén ezeknek a legkorábbi földművelőknek az anyagi kultúrája átalakul, és gyakorlatilag ezzel együtt ez az újkőkori életmód robbanásszerűen a Kárpát-medencétől nyugatra is elterjedt, és egészen a mai Nyugat-Európa közepéig, valahol a Rajna vidékig és a Párizsi medencéig terjedt el. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ennek a változásnak, ennek az életmódbeli gyökeres váltásnak, amit gyakorlatilag a mai európai civilizáció alapjait is lerakta, itt a Dél-Dunántúlon ringott a bölcsője, és tulajdonképpen ennek a tárgyi emlékeit jeleníti meg ez a kiállítás. Ugye az akkori embernek is volt már szép érzéke, az akkori emberek is gyakorlatilag mai szemmel is értékelhető, iparművészeti remekeknek is beillő tárgyakat hoztak létre, és ezekkel díszítették az otthonaikat, és ezeket használták a mindennapjaik során. Hogyha megnézzük az első teremben például a legkorábbi újkőkori földművelők festett kerámiáinak a töredékeit, vagy például a következő teremben a középső neolitikus karcolt edényeket, ezek azért mai szemmel nézve is szép és megkapó tárgyak, azon túl is, hogy ugye az ősiségük, a bennük rejlő 8000 év az igazán lenyűgöző. A kiállítás kérdéseket vet fel és válaszokat ad a szakember szerint. Miért is fontos nekünk kutatni régészeknek és történészeknek az őseinket, előinket? Ha ők nem jöttek volna el, és ezt a bizonyos új kulturális életmódot, ezt a letelepült életmódot nem honosítják meg Európába, innen, pont innen a Kárpát-medencéből szétsugározva, akkor ma nem beszélgetnénk itt, és nem mondhatnánk azt, hogy
hogy ilyen-amolyan nemzet él itt, vagy pedig, hogy országok, nemzetek, államok népesítik be Európát. De még csak arról se lehetne beszélni, hogy városok lennének itt. Tehát mindez, hogy ez a szellemi, tényleg mondhatni egy forradalom bekövetkezett, ezeknek az elődeinknek köszönhetjük, akik elkezdték ezt a hatalmas változást. Kiállítást körülbelül egy esztendőig lehet itt még megtekinteni a Janus Pannonius Múzeumban. Terveink szerint aztán egy vándor útra fog elindulni a kiállítás országosan, de már arról is szó van, hogy esetleg Németországba el fog ez a kiállítás jutni. A legkiválóbb helyek érdeklődnek már érte. A megyei múzeumok több újkőkori települést és temetkezést tártak fel korszerű módszerekkel. Ennek során több száz régészeti jelenség és több tízezer lelet került elő. A hatalmas mennyiségű leletanyag tudományos feldolgozása sok időt vett igénybe. Az elmúlt 10 évben a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet újkőkoros munkacsoportjának eredményeit a hazai és nemzetközi tudomány életben is megvitatták és elfogadták. Ezáltal sikerült elérni a célt, a nagy közönség számára történő bemutatás lehetőségét. Tél a tavaszban. Ezzel a címmel nyílt különleges kiállítás a Pécsi Kulturális Központ belvárosi közösségi terében. Zobcsák Ferenc kalligráfus által készített díszes japán írásjeleket tekinthetnek meg az érdeklődők. Kalligráfián, ezen a kérdésen, hogy mi is a kalligráfia, az utóbbi 1-2 évben kezdtem komolyabban gondolkozni, mert olyan sokan kérdezték, és én mindig másképp válaszoltam. De az elmúlt 1 évben azt szoktam mondani, hogy a kalligráfia a szépírás a fajta művészete, amikor előreadott és meghatározott célszerszámokkal próbál előre meghatározott szabályok alapján minél szebb írásképet, karaktert létrehozni az ember. Sokan gondolják, hogy ez egy egyéni adottság, vagy ehhez tehetség kell, vagy így születni kell, viszont én ezt nem gondolom, hogy ez igaz lenne, mert olyan szigorúak a szabályai a kalligráfiának, mind az európai, mind a keleti kalligráfiának, hogy gyakorlatilag aki ezeket a szabályokat betartja, az értékelhető kalligrafikus munkát tud elkészíteni. Bár a jó kalligráfus, amikor gyorsan ír, akkor is igyekszik a szépségre és a szabályok betartására törekedni, viszont ezeknek az írásjegyeknek nagyon kötött a vonás iránya és a vonás sorrendje. Tehát az, hogy én most a jobb felső sarokból kezdem, és milyen sorrendben írom az egyes vonásokat, az alapfeltétele annak, hogy szép írásjegyeket tudjunk készíteni, és például, hogyha valaki ezeket nem tartja be, hanem össze-vissza írja a vonásokat, vagy pedig más stílusban, mint ahogyan azt kell, akkor az könnyen látszódik avatatlan munkának. Értem ez alatt a megállított és a söprő vonások közti különbséget. Sokan gondolják, hogy ecsettel ilyen söprő vonásokkal fest az ember, viszont ez az esetek 30%-ára igaz, hiszen a vonások többfajta van, de a vonások nagy százaléka megállított vonás, amikor az ecsetet húzzuk, és a vonás végén teljesen nyugalomba hozzuk az ecsetet, és úgy emeljük ki a papírból. És ez például egy olyas valami, amire nagyon sokan nem gondolnak, mert valamiért a keleti kalligráfia az a nyugati emberben ilyen söprő vonásokat sugal. De ez ritka kivétel. Én idestova 13. éve tanulok már japánul, de azt szoktam mondani, hogy például a magyarországi egyetemeken a japán szakos hallgatók egy 2,5 év alatt használható nyelvtudásra tesznek szert. Természetesen ez a nyelv természete is válogatja, hiszen hogyha valaki kínaiul vagy vietnámiul szeretne tanulni, annak a nyelvtanja olyan szinten
tér el a magyarétól, hogy szerintem azok nehezebbek. A magyar anyanyelvűként a japán és a koreai nyelv azok, amik így közel állhatnak a nyelvtanulóhoz, vagy amiket talán könnyebb elsajátítani. A gyűjtemény apropója az egy közös kiállítás volt Székely Kismárta magyar természetfotós fotóihoz, amikor is Hokkaidón készült madárvilág és szarvas vadvilág fotókhoz kellett kalligráfiákat készítenem a fényképek alapján. És az ő gépeit sajnos most nem tudtuk itt kiállítani, viszont mindegyik kalligráfiához társul egy fotó, egy természetfotó, és az volt az eredeti kiállításnak a célja, hogy a Hokkaidó vadvilágát, Japán legészakibb szigetének a vadvilágát képen és írásban tudjuk közösen megjeleníteni. És együttműködésünk Mártival határozottan időre szól, úgyhogy elképzelhető, hogy akár vagy az idejében, vagy az elkövetkező években újra lesz közös kiállításunk, amikor a fényképek és a kalligráfiák ismét egymás mellett láthatóak majd. A Kossuth-díjas Udvaros Dorottya és a fiatal színész generáció egyik legsokoldalúbb tehetsége Földes Eszter főszereplésével mutatták be az Utolsó tűzijáték című darabot a Pécsi Harmadik Színházban májusban. A budapesti vendégelőadás a szülő-gyermek viszony kérdéseit feszegeti. Az Utolsó tűzijáték címmel budapesti vendégelőadást láthattak májusban a nézők a Pécsi Harmadik Színházban. Két író, egy dán és egy ausztrál műveiből született a színpadi játék, mely a szülő-gyermek viszonyt tárja elénk ezernyi árnyalatban. Az egyik főszerepben Földes Esztert láthatták a nézők. Nagyon sokat segített az, hogy időközben ugye én is anya lettem, és vannak benne hangbejátszások, amik például a saját életünkből, ez egy riportot csinált velünk a Csábi, annak ki rendezte az előadást, kérdezett minket anyaságról, és fölvette ezeket az interjúkat, és ezekből összevágott egy ilyen hangfelvételt. Vannak olyan gondolatok, amiket én mondok az előadásba, de a Dorka gondolata, és fordítva. Úgyhogy igazából ez volt a nehéz, hogy alá tudjunk ebbe a pokolba merülni, és hát nem egy hosszú előadás, 1 óra 15, 1 óra 20 perc körülbelül, de volt olyan érzés, mint amikor Prométheuszt kifeszítik, és a kesejük tépkedik, tehát nagyjából ilyen lelkileg végigcsinálni ezt a alig másfél órát. Mondja, miért érdekel magát? Nem látni magán! Olyan kimért azon a képen, ha szenved is a melegtől, minden esetre nem mutatja. Ez aztán a vérbeli profizmus, ahogy az édesanyja mondja. Hát gyakran megesik, hogy kifaggat. Néha úgy érzem, mintha én is a lánya lennék. Meddig tart a szülői hivatás, meddig anya valaki felnőtt lányának? Megtörténhet, hogy egy anya ne szeresse a saját gyermekét? Gyűlölheti, lenézheti egy gyermek a szüleit? Ilyen kérdéseket feszeket a darab. Egy embernek évekig kell nevelni a gyerekét, amíg tényleg életképes lesz, és valahogy úgy látszik, hogy ezzel nem tudunk leállni, mi szülők, tehát hogy ez. És egyfelől ez csodálatos, másfelől nagyon folytogató is lehet. Tehát én gyerekként is megtapasztaltam azt, amit most a fiamtól is látok, hogy anya, hagyjál már békén. Hát tudom, hogy milyen idő van, de hogyha nem veszek melegrát, akkor meg fogok fázni, és akkor az én bajom lesz, majd akkor rájövök legközelebb. De hogy nem tud az ember leállni ezzel, és hogy tulajdonképpen milyen érdekes ez, hogy a legjobb akarattal, vagy a legnagyobb igyekezettel is lehet, hogy éppen megfojtom őt.
azzal, hogy állandóan ott ülök és gondoskodok rajta. És ugyanúgy visszafelé, tehát én már anyaként értem meg azt, hogy az én anyám mit miért mondott. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű ez, hogy az ember szülő lesz, akkor mindent tud, hogy mit kell csinálni. Egy gyereknek nincs más dolga, mint hogy szeretni kell a szüleit és hallgatni rájuk. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, ez nagyon bonyolult. És ez a darab ezt próbálja feszegetni, és ez szerintem egy olyan téma, ami mindenkit érint. Ezzel a rendezéssel debütált a Temesvári Csábi Anna Hazánkban. Ez egy pályázat volt, egy fiatal rendezőknek írt pályázat, és az volt a megkötöttség, hogy megkötés, hogy két szereplős legyen, egy idősebb és egy fiatalabb karakterrel. És azt tudtam, hogy nem egy szerelmi kapcsolatról szeretnék beszélni, mert az valahogy annyira engem életem ezen korszakában nem fog meg. Szerettem volna valami szülő-gyerek kapcsolatot, de én csak anyukámat ismerem, úgyhogy így az anya-lánya maradt az, amit így jobban ismerek, és akkor ehhez kerestem anyagokat. Ez nem annyira gyakori, hogy két személyeseket csináljanak színészek, mert akkor erőteljesen a fókuszba kerülnek. Szinte végig jelen vannak, egy-két másodpercre tudnak csak elmenekülni a sötétbe. A próba az nagyon kevés volt sajnos, nagyon rövid idő alatt kellett összeraknunk, tér is nagyon keveset volt, de konfliktusmentesen zajlott tulajdonképpen. Még a főpróbán sem vesztünk össze, pedig az egy minimum, hogy a főpróba héten veszünk össze, de nem sikerült akkor sem. Jó volt. Csábi Anna két különböző történet szálait szövi egybe, egy szívmelengető hollywoodi és egy sötét tónusú bergmani anya-felnőtt lány viszonyt mesél el, melyek dialógusra lépnek egymással a néző fantáziájában. Májusban is folytatódik a húsvéti orgona koncert a kertvárosi Szent Erzsébet plébánia templomban. Legutóbb harmadik alkalommal Varga László orgonaművész egyházzenész adott hangversenyt. Többek között Bachtól csendült fel ismert dallam, valamint húsvéti korál feldolgozások hangzottak el. A koncert repertoárja barokk zenére épül elsősorban, mivel egy neobarokk orgonája van a kertvárosi plébánia templomnak. A másik szempont, ami meghatározta a műsor összeállítását, hogy a koncert húsvét után a harmadik vasárnapon hangzik el. A műsor első részében Johann Sebastian Bachtól fog játszani egy preludium és fúgát, utána pedig az Orgel Büchlein című gyűjteményből a húsvéti korálfeldolgozásokat, az szép 6 darab lesz, és a végén pedig Bachnak egy nem hivatalos nagymesterétől, Dietrich Buxtehudétól szintén egy preludiumot, az fogja majd zárni a koncertet, illetve előtte két húsvéti korálnak a feldolgozását játszom majd. Mind a kettőnek egy-egy változata el fog hangozni a Bach-féle sorozatból is. És a koncert közepére tettem kitűnő kollégámnak, Sós Andrásnak két darabját, amból az egyiknek az a címe, hogy Keressetek és találtok, BACH rejtvénykánon, vagyis ugye Bach nevének a betűiből és ahhoz kapcsolódó zenei hangokból építette fel András ezt a darabot. Ez 2016-ban írta. Egy teljesen új művet is játszik dr. Varga László orgonaművész, mely elmondása szerint annyira friss, hogy még a nyomdafesték sem száradt meg rajta. Március 27-én játszottam ennek a darabnak az ősbemutatóját, az pedig egy évközi vesperás himnusznak, a Lucis Creator Optime kezdetű himnusznak a feldolgozása, amit úgy hozott létre a komponista, hogy a latin, a Gregorian himnusz dallamot egy 20. századi eljárása úgynevezett modellskálának az eszközeivel változtatta át, és ez képezi az alapját a variációs sorozatnak.
Dr. Varga László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanára, orgonaművész és egyházzenész. Annak idején nem véletlenül választotta a hangszerek királynőjét, templomban nőtt fel, az orgona adott volt. Nagyon szerettem a szüleimmel templomba járni, ahol volt egy szép hangú orgona. Hát egész pontosan akkor kimondom, hogy Miskolcon a Diósgyőr Vasgyári református templomban voltunk hetente, és már akkor is nagyon tetszett az orgonának a hangja, de aztán ugye először zongorázni kezdtem tanulni, és hát az látszott, hogy belőlem nem lesz egy zongoraművész, vagy nem fogok zongorista karriert befutni, de volt kedvem orgonát tanulni, és így kezdtem el 13 éves koromban. A húsvéti koncertsorozatot Szapák Attila, a Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia templom kántora szervezi. Az utolsó negyedik hangverseny május 19-én a vasárnap esti Szent Mise után csendül fel. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!